üdvözöllek benneteket itt az élőben. Most már az Instán is, mert úgy látom, hogy most már ott is elindult, és azt írja nekem, hogy jelezzük a követőidnek, hogy élő videót indítottam. Várjak még egy kicsit, hogy többnek tudjanak szólni, ha már van is, aki csatlakozott hozzám, és már is integetek neki, ha lehet, ha tudok. Aha. Jó, oké. Na hát gyerekek, amint látjátok itt mögöttem, egy új helyet próbálok ki, egy új helyszínt, ide jöttem. Megmutatom, hogy mit látok. Így. Igen, ez itt az Árpád hídnak a pesti oldala, és itt épült egy ilyen komplexum. Most nemrégiben adták át. Van itt egy kis mesterséges tó, kis izékkel, szökőkutakkal, így megmutatom nektek, hogy milyen. Én ezt látom, miközben nézek ki, az ott a Teve utca, Teve utcai központ. Ilyen épületek vannak itt, és én itt ennek a tövében egy nagyon kellemes kis helyen vagyok most. Fordítom vissza a kamerákat. Na, itt is vagyok. Hát, hogy miről beszélgessünk, vagy mi legyen a téma, azt gondoltam, hogy beszélgessünk arról, hogy hogyan lehet az, hogy az emberek jól érezzék magukat a komfortzónájukon kívül. Remélem, hogy ez egy eléggé jó téma, és érdeklődéssel fogjátok hallgatni. John és Nadia Melton csinált egy videót, gyakorlatilag egy TikTok videó, alig 3 perces volt, ahol arról beszéltek, hogy gyakorlatilag minden, ami változást hozhat az életedbe, és ami jobbá tudja tenni a te életedet, a komfortzónádon kívül kezdődik. Na gondolkozzunk el ezen egy kicsit, hogy a komfortzónán kívül kezdődik. Ha azt mondanám, hogy megkívánok valamilyen tortát, süteményt, vagy valami ilyesmit, de nem tudok elmenni megvenni, akkor nekem kéne megcsinálni. És hát ez igencsak az én komfortzónában kívül lenne, mert hogy semmiféle tapasztalatom, semmiféle eddig elvégzett ezzel kapcsolatos információm nincs. Mivel nem érdekel, nem tud lekötni, nem is gondolkozok benne egyáltalán. És mégis, ha azt akarom csinálni, akkor neki kéne állnom. Tésztát gyúrni, meg tölteléket csinálni, meg megformázni, meg betenni a sütőbe, megsütni. Na hát ezt mind meg kéne csinálnom, ahhoz, hogyha tortát szeretnék enni. Fordítsuk ezt egy kicsit azért tovább, és nézzük, hogy vajon az életünkkel kapcsolatosan hogy van ez a dolog. Az életünkkel kapcsolatosan úgy van ez, hogy igen, minden olyan eredmény, ami abba az irányba vitt minket, hogy valamilyen szinten megváltozott az életünk, az a komfortzónán kívül volt. Rengeteg magyar van, aki külföldön él. Na hát azért az eléggé komoly komfortzóna határ kitologatás, amikor valaki azt mondja, hogy oké, akkor kiköltözök Magyarországról, és elkezdem az életemet szinte a nulláról egy másik országban. Na azért az eléggé komoly dolog, nem?
aztán mostanában nagyon sok hangos könyvet hallgatok. Előfizettem egy ilyen szolgáltatásra, és havonta 2-3 könyvet így végig veszek. Most nem tudom, hogy nyáron hogy fog sikerülni ez a dolog, mert ugye idáig az volt tehát azért tudtam ezt megcsinálni, mert hogy miközben én mentem az unokákhoz, utaztam, utazás közben prímán lehetett hangos könyvet hallgatni, és egy út az körülbelül olyan 40-45 perc volt, plusz a visszaút, tehát naponta másfél órát biztosan tudtam így hangos könyvet hallgatni, és hát így eléggé jól ment a dolog. Hát hogy most nyáron hogy lesz erre lehetőségem, ezt nem tudom, de majd igyekszem megtartani ezt a dolgot, mert megszerettem. Tehát jó, jó így hangos könyveket hallgatni. Miért mondom ezt? Meghallgattam Marie Forleo Minden megoldható című könyvét, és ebben a könyvben volt egy rész, ami rettenetesen megragad bennem, és egyszerűen nem bírom kiverni a fejemből. Valahol Afrikában volt ez a történet, ez egy valós történet volt. Afrikában az egyik ilyen törzsi villongás során az egyik ilyen hadúr úgy döntött, hogy valamilyen falut, úgy ahogy van, elpusztít. Lakosaival, mindennel együtt, gyerekek, asszonyok, öregek, mindenkit. És miközben mentek a katonák, ennek a hadúrnak a katonái be a faluba, a hölgyek ott álltak, a nők ott álltak, és nézték, ahogy jönnek be, és az egyik nő fogta magát, és levette a ruháit, és eléjük állt anyaszül mesztelenül. Azt tudnotok kell, hogy az ő hitük szerint így nyilvánosan nem, tehát nem érhetnek hozzá egy ruhátlan nőhöz. Ez az ő hitük, ez az ő elfogadott rendszerük, vagy micsodáik. És mivel odaállt, és nem történt semmi, ezért a falu többi nője is ugyanezt megcsinálta. És egymás mellé álltak, és megakadályozták, hogy a katonák bevonuljanak a faluba. Ezzel meg tudták védeni az öregjeiket és a gyerekeiket. A felnőtt férfiak azok mind már a környéken bujkáltak, tehát ők ilyen szempontból hát csak úgy voltak veszélyben, hogyha visszamentek volna, akkor elkapták volna őket. Nem ezt az egy hőstettet csinálta ő meg, hanem tovább ment. Emberjogi aktivista lett. Nem azt mondom, hogy nem kapta meg ezért a büntetését, mert megkapta a büntetését. Igen komoly börtönbüntetés volt, amiből csak így ilyen, tehát nemzetközi összefogással tudtak csak tudták őt kihozni, és mivel emberjogi aktivista lett, azért fel tudott szólni az ENSZ-ben. És az ENSZ-ben tudott beszélni az afrikai nőkkel való bánásmódról, és az ENSZ gazdasági lépéseket tett ebben az országban, és ezzel elérték, hogy az ilyen hadurak, ezek újból most már nem tudnak ilyen dolgokat megcsinálni. Nem egy év volt, nem kettő, hanem azt hiszem közel 2 évtized alatt tudta ezt elérni. Miközben folyamatosan segítette az afrikai szegénységben élő családokat, segített azoknak a nőknek, akiket szexuális abúzusért, segített azoknak a nőknek, akik a saját házasságukban vagy a saját családjukon belül voltak kiszolgáltatva,
férfiak lényének kedvének, és nagyon-nagyon komoly eredményeket ért el. Na, azért gondolhatod, hogy igencsak ki kellett lépnie a komfortzónájából, hogy ő ezt elérhesse. Egy nő, aki senkit nem ismert, akit senki nem ismert, és aki senkit nem ismert, igen, és elindult valami a fejében, valami a folyamatot elindított, és el tudta azt érni, amit odáig egyetlen egy nő nem tudott elérni. És azért Hostess Mary Forleo, mert számára is egy példaértékű volt, hogy ez a hölgy viselkedett az életében. Ja, még annyit még mondanék, hogy amikor ő gyerek, még gyereklány volt, 11-12-3 éves, az apja eladta őt 3 vagy 4 kecskéért, vagy tehénért, vagy nem tudom micsodáért, és a férje az folyamatosan erőszakolta őt. Gondolhatod, 11-néhány éves lánygyerek azért egy 41-néhány éves férfival. Na, a lényeg az, hogy ő ezt el tudta érni. És akkor most beszéljünk arról, hogy hányan nem mernek kilépni a komfortzónájukból. És ha most itt visszajövök ide, a jelen helyzetbe és ebbe az országba, hányan nem mernek leülni egy mobiltelefon elé, belenézni a kamerába, és azt mondani, hogy hello, XY vagyok, és úgy döntöttem, hogy meg akarom változtatni az életemet, és ezért mától elkezdek nektek videókat készíteni, és meg fogom mutatni az életemet, meg fogom mutatni, hogy hogy élek most, és azt is meg fogom mutatni, hogy hová jutok el. Ennyi, nem több. Na de hogy ezt milyen kevesen merik felvállalni, milyen kevesen merik ezt megcsinálni. Pedig nincsen, hát nem állít előttem 10 000 ember is, nem mondják azt, hogy aha, jó, már megijön a nagy fehér szakálú, és osztja az eszét. Hanem egyszerűen csak itt ülök ezen a nyugodt kis helyen, itt a 13. kerületben, és beszélek neki a kamerának. Hogy milyen lesz a reakció, azt nem tudom, majd később ki fog derülni, hogy mennyire megy át az üzenetem avval kapcsolatosan, hogy azok a félelmek, amik most jelen pillanatban ott vannak a te fejedben, azok mind kivehetőek. És hogy tudod magad jól érezni a komfortzónádon kívül? Hát úgy, hogy rendszeresen olyan dolgokat csinálsz, amik most még a komfortzónádon kívül vannak. Határozottan emlékszem arra az időre, amikor én elkezdtem a videó készítését 5 vagy 6 évvel ezelőtt, akkor én is úgy gondoltam, hogy a legjobb az lesz, ha keresek egy olyan helyet, ahol senki nem lát, senki nem hall, és ott kezdem el mondani a dolgaimat, ott kezdek el gondolatokat megosztani, akkor még semmi mással, csak a kamerámmal. Mert hogy akkor még senki nem nézte, hogy én mit csinálok. Nem azt mondom, hogy most aztán fú, micsoda ismert ember lettem, de ahhoz képest, ahogy kezdtem, ahhoz képest igenis sokkal többen hallgatják meg, vagy nézik meg azt, amit én csinálok. Hogy miért jutottam erre a következtetésre? Azért jutottam erre a következtetésre, mert azt látom, és itt most gyakorlatilag mondhatnám azt is, hogy ez itt ugye a digitális nyugdíjas naplója, hogy eltelt egy jó idő, mióta nem voltam így élőben, és ennek is nagyon egyszerű oka van. Gyerekek, a múlt hónapom
bevétele minden eddigi bevétel felülmúló volt. Minden eddigi, tehát bármilyen üzletemet, bármilyen vállalkozásomat, bármilyen network marketing részt nézek, mindent felülmúlt. És hogy ezt minek köszönhetem? Hát annak, hogy kiléptem a komfortzónából, és elkezdtem videókat csinálni. És elkezdtem angolul videókat csinálni. Ezeket a videókat hiába keresed, nem fogod látni. Ezek úgy vannak elkészítve, hogy csak is kifejezetten azoknak szól, akik feliratkoznak az én angol nyelvű, hát nem, online, nem tanfolyam, nem tréning, hanem beszélgető show, semmi más. Hát aki oda feliratkozik, nekik mondok el dolgokat, nekik csinálom nagyjából ugyanazt, mint amit Gary Vaynerchuk, hogy egyszerűen csak jöjjenek arra rá, hogy az élet az nem úgy kihívások sorozata, hogy az ember nem tudja azt meglépni, hanem úgy kihívások sorozata, hogy én saját magam teszem kihívások elé, és én saját magam akarok olyan kihívásoknak megfelelni, amely kihívásoknak addig még nem. És ezek közül az egyik az, hogy kijövök egy ilyen helyre, és azzal, hogy itt vagyok, igazából jól érzem magam, mert nézd meg, süt a nap, meleg van, kellemes a környezet, itt ülök a fűben, és itt beszélgetek veletek, mondok nektek dolgokat, és ezáltal én abszolút nem érzem magamat feszélyezve, egyáltalán nem érzem magamat olyan módon rosszul, hogy ja Istenem, mi lesz, ha majd valaki azt mondja, hogy azt mondja, amit akar, nyugodtan mondja, legfeljebb nem értünk egyet. És akkor mi van? Semmi. Attól én még elmondom, amit elmondani akarok. Tehát az, hogy jól érezd magad a komfortzónádon kívül, ahhoz az kell, hogy válasszál egy olyan helyet, ahova szívesen elmész, ahol jól érzed magad. Ott ülsz, és érzed, hogy olyan, hogy rendben vannak a dolgok. És akkor, ha már úgy érzed, hogy rendben vannak a dolgok, és jól érzed magad, akkor nincsen más, mint hogy elindítsd a felvételt, vagy az élőt, és elkezdél a kamerába nézve elmondani dolgokat. Olyan nincs, hogy csak hülyeség. Olyan nincs. Mindenkinek van egy olyan mondata, vagy egy olyan gondolata, ami abszolút helyén való, és abszolút rendben van, és abszolút tud valakinek segíteni. De persze, hogyha te úgy gondolod, hogy szeretnél humoros lenni, szeretnél olyan dolgokat csinálni, ami mások mosolyognak, vagy megnevettetni őket, hát persze, természetesen azt is lehet, hiszen a humor az ugyanúgy érzelem, mint az, hogyha megdöbbentesz, vagy elgondolkoztasz valakit. De a lényeg az, hogy miközben beszélsz, azt arra gondoljál, hogy hogyan tudsz emberekben érzelmet kelteni. Hogyan tudod azt elérni, hogy mások azt mondják, hogy ja, igen, végül is, ha igaza van a srácnak, vagy a csajszinak, mert mi a francért félek én attól, hogy odaüljek a kamera elé és beszéljek. Mikor emberek olyan dolgokat csináltak meg, hogy elmentek az északi sarkra, elmentek a déli sarkra, fölmásztak a legmagasabb hegyre, gépet küldtek le, mert az ember nem bírta volna, tehát gépet küldtek le a tenger fenekére, mindenfélét csináltak, elmentek a holdra. Na azért az már eléggé komfortzónán kívül levő. Hónapokig éltek az űrben, ez is eléggé komfortzóna elejét, aztán képzeld el, amikor már a második hónapja kint vagy, vagyis hogy fönt az űrben, azért már eléggé komfortosan érzed ott magad,
pontosan tudod, hogy mikor mi fog történni, éppen a Föld melyik területe fölött keringsz, éppen hogyha lenézel, akkor a Földnek melyik részét látod, a nap honnan fog majd jönni, honnan fog majd sütni, minden. És akkor olyan megfigyeléseid lesznek, és egy idő múlva természetessé fog neked válni a dolog. És akkor, amikor már természetes, akkor meg már nincsen komfortzónának a határa. Akkor már sokkal könnyebben és sokkal egyszerűbben fogod tudni ezt a falat, ezt az érzést kitolni. Kicsit mindig kijebb, mindig kijebb. Na, hát ennyit szerettem volna mára. Én azt gondolom, hogy a komfortzónának a kitolása az nem más, mint hogy elkezded csinálni, és előbb-utóbb otthonosan fogod majd benne magad érezni, és akkor onnantól kezdve a komfortzóna az már nem lesz kellemetlen, az, hogy átlépjél a komfortzónán. Köszönöm, hogy velem voltál, köszönöm szépen, hogy meghallgattál, kívánok neked nagyon szép hétvégét. Kérlek szépen, hogy annyit még tegyél meg, hogy megnézed ezt a felvételt a YouTube-on is, feliratkozol a csatornámra, vagy lájkolod ezeket a videókat, akár az Instán, akár a Facebookon, vagy a TikTokon is, ha esetleg gondolod, és kezdjünk el beszélgetni. Ha van valami kérdésed, van valami olyan, amiben esetleg úgy gondolod, hogy én tudok neked segíteni, hát akkor beszélgessünk, keressük egymást, pontosabban én nem tudlak téged, mert nem tudom, hogy ki vagy, de ha te keresel engem, akkor bízhatsz benne, hogy fogok rá reagálni. Szervusztok!